Uram! Tartozom a tüdet! Remek ütként ember utazik a vonaton! Hagyjuk már ezt a tüdet. Már elmondtad. Na, azt, hogy két ember utazik a vonaton, 55-kor elmondtad. Tegnap is elmondtad. Na, hát az egész testem a pedig más utcán mondtam. Ugyanis kezdődött. Tarolj, nem tettek, hogy minden vicc is kezdődik? Na, szóval két ember utazik a vonaton. Én még mennyi időt kevesd, ha lehet. Köszönöm. Mi lenne a tárgyalában? Az igazat megoldom. Milyen jó, sőt gombás alatt még nem ettem, de hat év egy járom már, de tényleg nem ettem, nagyon. Ugye? Na, valami, de hát, de, tovább, épp a hétvére jársz ide hozzá. Az mindegy, mindegy. Egyáltalán egy év különbség. Na, szóval kettem, mert utazik a vonaton, azt mondja, hogy legyen a másikra. Hagyj már ezt a tüzet. Beszéljük másra. Igen, igaz. Komolyan mondom, ennyi a jó sörgombás alatt még nem ettem ebben a házban. Ugye? Ez az, amit nem ízletted meg a poszt. No, nem erre céloztam. Sőt, éppen ellenkezőleg tárgasztom. Azt akartam kifejezni, hogy nagyon is finom. Sőt, ellenkezőleg állandóan kritizál. Mondd meg kérlek a kedves barátodnak, hogy ezt így igazán nem lehet csinálni. Na már fiam, semmi jó. Na, ne cilakodjatok állandóan. Na, kérdő. Na, inkább figyeljetek ide. Remek kicsi, két ember utazik a vonaton. Azt mondja... Hagyja már ezt a viccet! Én ezt nem vagyok hajlandó eltűnni, jó? Mondd meg neki, hogy ez így nem. Kicsette az erdőn. És biztos, hogy ez az asszony ismeri a bomba fajtát? Nem fél. Nem elég, hogy állandóan kritizál, még abban is megállom azt, hogy meg akarom mérgezni? Na, de... Várjál, fiam, Bertram nem van igaza. A bomba az igenis nagyon veszedelmes kövér. Nem kell félni. Nem vagyok én előügyeltatta. Mielőtt a szakásné betállalta volna, adott egy tányéra a Cézárnak. Na, hát megbocsász, fiam, de az én kutyám nem arra van, hogy kísérlek, hogy mindegyek. De most, tényleg milyen dolgot a szégyen állt, hogy ezt elhasznál? Magának ez semmi köze. Muszáj mindenbe beleszólnia. Különben sincs annak, hogy erről semmi baja. Na, figyelj, mit? Én már utazik a vonatban. Azt mondja, az egyik a vászik. Jaj, Istenem, a Cézár! A Cézár! Ki volt? Igen, és... Betra! Betra, kedvesem, mi van?
megegyezünk. Úgy. Úgy. És most hadd is. Lehet, hogy mire megérkezik az orvos, mi már nem leszünk az élők sorában. Úgyhogy én elmondok neked minden. Köszi, mi? Én nem tudok egy hazugsággal meghalni. Nem? Bertram meg én 7 éve imádjuk egymást. És te azt hittétek, hogy én ezt nem tudom. Tudtad? Én nem tudtam. Csak megfogtam a dolgok bolyga. Miért? Hát, így a baláti szögét hát bevallhatom azért, mert hát nekem meg 7 éve viszonyulhat a titkák. A Bentivel? Igen, a Bentivel.